Na hát légy üdvözölve. Légy üdvözölve, megint megnézzük a kórüléket. Kell a Silver a késre. Jelenleg 1469 Silveren állunk, és azt hiszem 5500 körülre kifarmoljunk. Úgyhogy van mit aprítani. Folytatjuk a kórüléket, mert egész jól ment. Meg láttam, hogy valaki trollinggal is tudott fogni halat, úgyhogy kipróbáljuk azt is, hogy mi a helyzet. Most nyilván nem itt kell megvenni a kést. Úristen, mennyivel drágább itt. Tehát ezt fogjuk megvenni 5000-ért. Erre gyűjtünk. Hatalmas grindokba leszünk. Még egy napig van prémium, azt hiszem. Ja, majdnem két nap. Ja, addig le kell nyomjuk ezt sürgősen. Nem fogunk féderezni most valószínűleg. Kipróbáljuk a trollingot így reggel. Az hello. És ha nem működik, akkor megy a levesbe. Vettem kétfajta csalit, amivel láttam, hogy valaki fogott nagyobbakat. Azt fogjuk kipróbálni. Na mi van, haver? Nem tudom, hogy hol volt ez a gond, hogy melyik. Ja, itt van ez az. Ezt fogjuk kipróbálni. Van egy sima. Szerintem az egyiken kicserélem a horgot. Elég szarva rajta, jól emlékszem. Ki kéne törölje most a sok közét spoont, amit grindoltam ugye. Extra large van rajta, hát le kéne cserélni mondjuk egy üzőre. Ilyen, sima ilyesmire. Leteszteljük, hogy mi a pálya. Van egy olyan érzésem, hogy nekem nem fog működni. Mindig általában úgy van, megnézek egy videót, hogy másnak működik a setup, és akkor általában nekem nem működik. Ez valahogy mindig így szokott lenni. Na most kipróbáljuk eredeti horoggal, meg ilyen összegányolta. Tegnap próbálkoztam a anyát picsáját, de megijedtem. Lehet, hogy igazából most egy másik gépről vagyok, lehet, hogy lesz egy-két lag benne, de elvileg nem szabadna. És akkor még a lightbotot is bevetjük. Már ott is van. Egyszerűen nem lehet bírni velem. Hiába ez a csali az azért jó. Most ugye benn van a happy hour, szóval most elvileg jobban jönnek. És mindjárt megvan a level 27 is. Mehetünk a következő helyre. Mondjuk a hangot még nem csekkoltam le a streambe, úgyhogy nagyon gyorsan lecsekkoljuk. Minden okése. Hogy minden oké, és 1-2-3. Király. Ezt minden streambe leszoktam csekkolni, mert valamikor megadja magát. Sok kell neki adni egy-két pofont, hogy jól legyen. Oda néz. El is nyomjuk 28-ra mondjuk.
Jó nagy eső van, ami annyira nem jó. Láttam, hogy Ember Lake is viszonylag jól megy. Utálok boilizni, az a helyzet. Egyelőre nem veszem észre, hogy nagyon menne az a spoon. Ez nagyon hiányzott, ez a felhőszakadás. Meddig lesz esünk? Ah, majd vihar lesz. Most ez vagy bejön, vagy nem. Jó lenne kifarmolni azért is, ténylegesen a levelet is ma, mára. Durván ilyen 2 órát terveztem streamelni, legalábbis a SM Fishingből. Hát eddig nagy nulla arra a spoonra, szóval. Szerintem az megy a levesbe. Partról szerintem még mindig jobb lesz. Na, most van egy sügér, vagy csuka? Csuka. Egy ebi hal. Lehet, hogy megpróbál megint a poppert, ami ugye jól bevált nekünk. Hamar el kell döntsem, hogy folytatom ezt a csónakázást, ha nem jönnek a halak, akkor opá, akkor annyira nem fogom, mert partról azért jobban jön. Csinálok egy-két kört itt. De az biztos, hogy ez a spoon nem megy olyan jól, hogy megérje. Nem csoda, hogy sírtak, hogy nem lehet itt farmolni a szilvert. Ez nem igaz. Ugye ott próbálok forogni, ahol a hotspot van. Előttünk van kb. Ahol vannak ezek a gödrök. Remélem azért most el tudom érni majd a 2000 szilvert ebbe a streambe. Úgy azt néztem, hogy ilyen kis keszegezéssel is, mármint ilyen roadcsal. Common roadcsal azért a trófira mész rá, akkor egész jó szilvert össze lehet hamar farmolni. Ami ugye nem rossz. Hoppá, na most már felakadt valami nagyobb. De nem elég nagy, hogy meghúzza a féket. Kipróbáljuk a felhőszakadásban milyen pecázni. Aha, instant kapás. Mondtam én, partról ezerszer jobb. És ráadásul nagyok jönnek, olyan, ami már ér is valamit. Főleg így a happy hour-ról teljesen felesleges baszakodni a csónakból. Mert nem onnan jönnek. Instant, minden dobás.
Meg sem néztem a Café Order-t, hogy mi a pálya. Folytatjuk az inhüvelygyulladásos technikát. Lerohad lassan az ujjunk, annyit farmolunk ezzel. És igazából még azért kellett volna farmoljam a Grand Bait Making Skill-t. Azt kéne farmoljam még, de nincs gusztusom hozzá a lure making után. Egy órán keresztül ott ülni a kép előtt és nyomogatni azért crafting gombot. Hiába itt a prémium. Amit akartam, az megvan. Ugye megnézem a kafét, hogy van-e valami jó cucc, amit könnyű teljesíteni. Hát igazából az a... Ez nem könnyű, mert 300 grammos vendens. Hát nem nagyon van. Hát az, amikor van egy ilyen lake trout, hogy fogjál 1,6 kilósból 4-et, és akkor azért ad általában ilyen 80 szilvert vagy 60 szilvert, az általában mindig jó. Könnyű teljesíteni. És egyre többen vannak már ezen a helyen, és kezdik észrevenni, hogy itt azért lehet halat fogni. 6 player is van. Ez 2 héttel ezelőtt ez egy kihalt tó volt gyakorlatilag. Hoppá! Meg is akadt a mai uzsonna. Ilyen 5 kiló körül lesz kb. Ja, majdnem. Eltaláltam. Jó nagy rainbow-ot kéne fogni. Az nagyon ritkán van ezen a környéken. Meg nem erre a csalira, ugye? The excellent minnow. Ezekre megy általában. Jól látom, ez egy nagy ájd. Aha. De adja rendesen. Common Roach, azt néztem, hogy a 37-et ér a trófi. Viszonylag egyszerű fogni ezzel. Mayfly lárvával, nagy horoggal, elég sűrű jön rá. Az ember tud farmolni keszeget, akkor abból is nagyon jó pénzt lehet csinálni. Csak itt még nem találtam olyan spotot, ahol rengeteg jönne. Néha-néha jön egy, az nekem nem elég. Az este viszont megpróbáljuk megint azt a spoon-t szerintem, fenéken pöcögtetve.
kíváncsi, hogy megy-e még az a spot. Ide elém dobom, és elvileg itt lehet majd látni, hogy rávág. Már fogtam nagyokat itt. Egyből part előtt ott is jön. Meg is van. Meg Kuori Whitefish, vagy mi fogtam itt ilyen Stonefly lárvával. Itt fogtam a trófit. Na nézzük, rákap-e valami. Kb. Ott szokott jönni, és ott is van. És mivel nem vágtam be, így elbasztam. Mindig elfelejtek bevágni. Nemrég jöttem rá a játékba, hogy be lehet egyáltalán vágni. Pedig az egy ilyen 3 kiló körüli volt. Igazából ez az egész, itt körbe dobálja az ember, kivéve a hajzé felé dobsz, csónak kikötő, gyakorlatilag mindenhol lehet fogni. Tizenegy óra, az kb. Most kezd leállni, szerintem. Ugyanaz a csalival Oldburg, azt hiszem az a tó, ahol még lehet ezért csukázni, faszám vele. Ott is van. Igazából eltehetném az összes izét ilyen 500 gram körül itt lehet használni ugye a halszeletnek. De ahogy mondtam, nem nagyon szoktam filterezni, meg harcsázni, meg ilyen Burbot, vagy mi a pöcsöm a neve? Burbot. Annyira nem vagyok oda a féderezésért. Hát ebben off-stream szoktam féderezni. Mert bekapcsolok egy videót, és általában úgy szoktam keresni a spotokat. És nézek közben valamit, mert nagyon sokszor nincs kapás. Ja, most lesz leállás. Ott is van. Gyakorlatilag minden dobása van egy hal. Ugye ki lehetne használni, hogy maximálisan, hoppá, hogy egy fédert is bedobok, csak itt igazából nem nagyon tudok fogni semmit, úgy vettem észre. Bármilyen csalit teszek fel. És ilyen keszegezni, meg ilyesmit meg direkt nem akarok betenni, mert az meg zavarja a pergetést. Egyfolytában chillingel az a szar. Azért kár, hogy most azért jobban jön, de kár, hogy nem olyan ez a tó, mint régen. Ugye kapott egy ilyen texture update-et ez a hely, és azután ment igazából a lejtőn. Mert előtte chart is könnyedén lehetett fogni a 3-way riggel. Lehetett farmolni rendesen a pénzt. Sokan ezzel most már megfogni.
Legalábbis én nem találtam meg még a módját, hogy könnyű legyen. Néha megy faderre, néha megy ilyen spoonra, de azon felül ilyen elvétve tudsz fogni csak. Na most azt is eltesszük, meg kell a silver, ami nem flages, csak az ebbi halakat tesszük félre, mert csak foglalja a helyet. Nem tudom, hogy milyen hosszú a fluokarbon, amin van, lehet, hogy kéne egy hosszabb, és akkor több kapásom lesz még ennél is. Ki kéne próbáljam. Ha lesz egy holt idő, akkor megpróbáljuk. Lecraftolunk egyet. 60 centiset. Úgy látszik, még ennyi idő alatt nem jöttek rá a stratégiára a srácok itt a környéken. Akik itt vannak. Nem látom, hogy nagyon fognának valamit. Látom, fenekeznek. Valaki fogott egy csárt. Biztos Mayfly lárvával. Hú, már nagyon kevés kell, most nézem azéhoz, a level uphoz, az viszont kelleni fog. Csak tudjam kifarmolni a kést, hamar. Csak végre meg tudom csinálni azért a balzamino csalit. Nem lesz már gond ilyesmivel. Most szerintem most fog leállni kb. A... Megpróbálunk egy... Bár lehet, hogy megpróbáljuk most akkor az előkét. Gondolom ez a sima előke, lehet, hogy van hosszabb belőle nekem. 20 centisek vannak. Van egy 60 centis, 27 kilós. Megnézzük. Nem tudom, hogy befolyásolja a vastagság a byte rate-et. De hát hamar kiderül. Ez pont nem holt időbe kéne tesztelni. Srácok ilyenekről beszéltek, hogy féderezésnél még az is számít, hogy milyen színű előke van fenn, meg ilyenek. Azért az elég troll. Hoppá! Nem mondom, hogy nagyobb lett a byte rate-em tőle. Hát az éjjön így is, akkor lehet, hogy mégiscsak működik. Ok,
Kéne egy jó keszeges spotot is találni. Meg is van a nagyobbik. Megint kezd beindulni. Szerintem estére azért bedobjuk a fédert. Legalább egyet. Hát ha fogunk egy csárt vagy valamit. Ahhoz képest, hogy mennyi Arctic csár volt itt. Összeset kifarmoltam, ami volt itt. Éjjel-nappal azokat fogtam itt. Lake Trout van a helyette most. Igazából az elő kell, hogy váltottunk, lehet, hogy jobb. Abból a szempontból biztosan jobb, hogy ugye 27 kiló, szóval nem nagyon tudja elharapni a csuka. Legalábbis nehezebb. Kezd szél lenni viszont. Na, most jön a vihar, amit előre jeleztek. És ez vagy segít, vagy nem. Huszonhat halat fogtunk, és kb. Ilyen 8 órakor kezdtünk. Úgyhogy ez annyira nem rossz szerintem. Ó, nagyon nagy szél lett. Lehet, hogy ott már nem jön. Hát... nem az igazi most. Le fog állni valószínűleg a vihar miatt. Mi a helyzet? Lassan váltunk csalit szerintem. Hopperre átváltunk. Ott van. Voltam ladogán és kipróbálni, hogy milyen. Hát gyakorlatilag ott semmi nem ment nekem. De úgy igazán semmi. A féderezés egyedül, ami ment. Fogtam egy-két érdekes dolgot, amit még sose láttam. Ott is van, hát nyilvánvalóan ez megy, csak általában kisebbek jönnek erre a csalira. Azért nem szoktam annyira használni. Akkor szoktam általában azért kevesebb a kapás. És már látom, valaki fogja itt az Arctic Chart, szóval
úgy látszik, ők még nem farmolták ki teljesen. Fasz se tudja, hogy működik ez. Ú, de pici hal az, Jézusom. Mondjuk így nem is baj, hogy pont ez a fajta volt. Ja, most fogják az Arctic csarokat. Hát, hogy mi is megpróbáljuk szépen feltenni, amivel fogtam őket. A jófajta csalit. Ezt jól beküldöm a fenébe. Ja, az lesz. Megpróbáljuk összeezzem, ezzel fogtam vagy 30-at. Kicsit túldobtuk, amit kellett. De nem baj. Nem nagyon tudom, mi működik még itt jól, melyik csali. Spoonból meg már főleg nem, mert ez behalt ez a csali. Tényleg nagyon jó volt. Most jött valami ebi hal, de ugye kiderül, hogy mi lesz. Nem fogunk ilyen nagyot dobni, mert rengeteget kell tekerni. Főleg, ha felvesz ilyen picike. Ó, ez egy nagy. Ó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ilyen jöhet. Onnan lehet tudni, hogy eltalálom a gödröt, hogy ő nem akarja beadni a jigsteppet. Mélyedés falán akar feljönni, gondolom a csali, és akkor nem akarja beadni. Ezért jó, egy kicsit túldobni mindig. Annyira nem jó ez. Igazából a csónakozás egy időpocsékolás volt. Még azt a csalit kéne megpróbálni tényleg. Amit vettem újonnan. Hát, ha működik. Megpróbáljuk ezt fenéken gyorsan. Ez kb. Jó spotom van.
Aha, és ott is van. Úgy lehet, hogy működik ez a csali. Csak nem csónakból. Most ilyenből kéne rengeteg. Mondjuk inkább nagyobbból. Az, hogy kapás voltra, az már nem egy rossz jel. Próbálunk egy kicsit nagyobbat dobni. Pontosan a luk fele. KB oda, ez KB ott van, ja. Látom, van egy magyar is most már itt. Mondom, azért annyira nem megy a helyzet, hogy 34 leveresen próbálnak itt farmolni. Akkor máshol is halott. Már a fasz se tudja. Lehet, hogy úgy vannak vele mindén, hogy szeretik ezt a helyet. Appá, és meg is van. Nagyobbat kell dobni egy kicsit. És ártük csári rá, úgyhogy jó. Sokkal több XP meg pénz. Végén megint beindul az ártik csározás. Elvileg nagyon sok player csatlakozott, tehát nagyon sok új játékos lett a játékban. És azért vannak szerver problémák, legalábbis valami ilyesmit olvastam. Pont akkor, mikor ez én volt, prémiumon van. Aha, van itt hal. Csak előttünk. Nem kell olyan nagyot dobni. Az előttünk lévő mélyedésben vannak. Csak ugye nehéz beadni a jig steppet. Azért szoktam nagyobbat dobni. Már ilyen közel nem szokott jönni. Most ha minden igaz, pontosan beledobtam a lukba. Ott jönni fog most, ha minden igaz. Igen, instant. Úgy látszik, számít az, hogy mennyire pontosan dobok bele. Kb. Most fog megindulni a kapás. Még a végén ebbe a streamben meg lesz az XP. Level 27-hez.
próbálunk majd itt ebbe az irányba, mert a bot néz, a bot vége. Megküldeni befele. Hát, ha megtalálunk még egy jó spotot. Megküldjük szépen. Itt a kettő között kéne, oda kéne dobni. Szerintem kb. Oda dobtunk. Biztos egy jó spot. Aha, meg is van. Kérdés az, hogy mi? Mert ha Lake Trout, akkor annyira nem éri meg. De Arctic Char. Abból is a kisebbik. Lehet, hogy átnézzük majd egy másik tóra is, kíváncsiságban megnézni, hogy megye. Belájára kicsit visszamenni, pergetni. Majd ha lejárt a happy hour. Lassan le fog járni kb. Úgy néz ki, beállt. Úgyhogy megpróbálunk másik irányba dobni. Hoppá, instant. Elkapta, gondolom, hogy Lake Trout lesz. Igen, így is meghúzza. És ez egy kemény orsó. Kíváncsiak, mi lehet. Általában, amikor instant beér a vízbe, általában légtrát szokott lenni. De ez a csali viszonylag működik, csak nem trollinggal. Na, megmozdulsz ma még? Haver. Nem olyan kicsi szerintem. Ó, ez egy nagyon szép izé. Arctic. Ja. Na, ilyenekből fogtam rengeteget. Ez a méret. A kis bottal. Működik ez a csali, szóval nem lehet rá panasz, mert a másik az totál lehalt, amivel fogtam őket. Bite rate az nem túl jó, de hát semminél jobb. Meg is van. Meg ilyen Lake Trout papa.
Ez gumiharak, mert nem tudom, hogy melyik működik, de biztos, hogy van olyan, ami jó itt. Például a csára. És abból is van 1000 fajta, méret, meg szín, meg mindenféle. Nehéz rájönni, hogy melyik az. De legalább elmúlt a vihar, szóval nem kell azt hallgatni, hogy az ő. Hoppá! Susog a fülembe az ő szél meg ilyenek. Azért van itt hal. Az jobb is így, hogy a nagy boton tudok halat fogni, mert erre felakad egy nagyobb, akkor nem kell megszenvednem vele. Annyira. Azért ennél nagyobbat kell dobjak, ahogy nézem. Még nem adtam le az engedélyemet IRL. Elvég február végéig kell adni, azt hiszem. Nem tudom, mikor fogom kiváltani újra. Mostában sok időm nem lesz pecázni. Most van a gödörbe, ha jól érzem. De biztos, hogy ott van, mert nem tudom beadni a jig steppet, ami nagy gond. Így kevésbé van kapás. Hát, hogy a következő napot viszont egy másik tavon fogjuk tölteni. Valószínű az lesz. Megpróbáljuk be láját. Az is néha olyan, hogy 300 szilvert ki lehet farmolni könnyedén. Egy nap alatt nyilván, ami ugye nem rossz. Hát én a 200-zal is kiegyezek. Kb. Ilyen 5 óráig leszünk itt. Hogy meg tudjuk csípni azért a beláján a reggeli kapást. Aki fogott egy rainbow-ot, na az kéne még nekünk az XP miatt. Meg azt hiszem az elég jó szilvert is ér. Ha minden igaz, itt már nem lesz kapás. Ha látjuk a csalit, hogy itt a zénál van, itt a part oldalban, az már nem jó. És nem tudom, most mi a divat az ő beláján. Azon gondolkodok. Melyik csali lehet az. Úgyhogy lehet, hogy tesztelgetés lesz belőle.
Most leállt teljesen. Megpróbáljuk a kis botot megint. Hát ha arra jön valami. Próbáljunk meg egy izét, egy körforgót most. Ezt a feketét. Ezt is leengedem szépen a fenékre. Egy 25-es speed, ennek azért legalább kell. 50-es azért elég troll. De rá is ment valami, egyből ahogy leért. Gondolom ilyen Vendis, vagy mi a faszom a neve annak. Meg ez nem egy olyan pici, tehát 12 gram most direkt. Ja. Senki se fogdossa alakot, hogyha biztos, hogy leállt. Ja, most már jiggelek most ilyen. Mert nagyon rá volt állva az ujjam ilyen azért. Hoppá, azért jön itt erre, basszus. Lehet, hogy megtaláltuk a másik csalit, ami működik. Egész jó hal van a horgom. Ez az Arctic Char lesz szerintem pedig. Az hát. Hát ez hibátlan. Hibátlan. Még jöjjön sok. És akkor tényleg meg lesz a level 27, és megnézhetjük a következő tavat. Most nem tudom, hogy az miatt jött-e, hogy leengedtem fenékre, vagy csak egy instant. Jó helyen volt, jó időben. Minden esetre leengedem még egyszer, hát ha az beválik. Jó mély a víz. Általában a speed up-ot szoktam spammelgetni. Legtöbbször beválik, ugye? Szerencsénk volt, úgy látszik csak. Megpróbálunk egy azért egy másik körforgót. Ilyen 12 grammosat szerintem az legalább ide kell. Ne vegye fel a sok kis hal. Próbáljuk meg mondjuk azért. Tú, melyiket? Annyi csalim van, hogy... Mondjuk ezt. Hornet.
Ezt a Grayling is szereti elvileg. Ja, látom, hogy azért fogtak egy kóri whitefish-t, úgyhogy itt lehet fogni biztos trófit is. Én is fogtam múltkor egyet. Hát ez nem adja, ez a csali, az biztos. Lassan megnézzük a coffee order-t, hát van valami új, amit tudunk teljesíteni. Hát most jött rá egy ebi hal, de ezzel nem vagyunk kisegítve. Ráadásul egy sügér. Megnézzünk egy másikat inkább. A kék 12 grammosat. Nem látom, hogy nagyon akarná vinni. Általában, akkor lemerül az aljára, akkor szokott kapás lenni még sűrűn. Hát de megjött rá, szóval nem panaszkodhatunk. És ez pedig, kérlek szépen, ugyan lake trout. Azt hittem egy pillanatra, ugye a nap felkelte miatt azt hittem, hogy egy csár. Ugye a partról az elég sok csali működik. De még mindig a legjobb csali az, amivel eddig pecáztam. Jó kis wobbler. Hát működni, tehát lehet vele halat fogni ezzel a csalival, de nem az igazi. Ja, hát ezt inkább felejtsük el szerintem. Próbáljuk meg a jó öreg Dragonflyt, az azért mindig működik. Mindenhol gyakorlatilag. Most úgy látszik, jele itt jó van. Az a gond, hogy elég kicsik ezek a csalik. És általában kis halakat vonzzák be. Ezt mind belájára vettem. Még annó. Összes körforrót megvettem. Ami létezett. Tényleg jött valami új csali is, azt is ki kéne próbálni. De legalábbis nekem új, másnak már biztos egy éves. Ez egy elég pici csali mondjuk. Körforgók között van. Hát, ja ez az. Már azt hittem, hogy beszakítottam, de ez az. Lassan át kéne menni belájára is.
Most mindjárt felteszem szépen a Wobblert, hogy megmutassam a különbséget, hogy miért nem éri meg baszakodni ezekkel a csalikkal. Alapból jó ez a technika, abból a szempontból, hogy sokkal tovább marad a vízbe a csali. Tehát minél nagyobb esély van a kapásra. Főleg ha a hotspoton tartod, és ott is van egyből a nagyobb. Tehát ezért nem éri meg nagyon kísérletezgetni. Szerintem átkukkantunk, akkor mi a helyzet beláján, mert ugye mondtam, hogy kb. 5 óráig leszünk, nem akarom lekésni ott a kapás időt. Kivéve, ha most nem jön valami baszott nagy. Látom, azért valaki egy hatalmas üzét fogott, de most járt le kb. Azért. Lake Trout, mármint azért a happy hour. Na nézzük. Van-e café order vagy valami? Nincs. Ami minket érdekelne. Egy napot farmoltunk. Ez volt a legértékesebb, tehát annyira nem volt túl jó, de 150. Szerintem egy napért most elment annyi. Tehát elment. És vissza átmegyünk Belájára megnézni, mi a pálya. Remélem nem halt be teljesen. Aztán talán még egy trófeát se fogtam itt. Ja, de egy ruffot azt fogtam, azt hiszem. Waterbody rekord volt még annak idején, egy éve kb. Gondolom, azt már 100-szor megdöntötték. Na, nézzük. Megnézzük a régi spotot, hogy jó-e még. Mert most, hogy működik a chat, akkor elveg lehet látni, hogy hol mennyi player van. Trollságból kipróbáljuk ezt a csalit itt. Sok player nincs itt, tehát abban 40 player szokott lenni. Lehet, hogy még korán van. Már 10-16 van. Jó, mondjuk ez egyértelmű az, hogy ez nem fog működni ez a csali. Lehet, hogy a hely is rossz, ugye? Kipróbálunk egy poppert, már általában azzal még nagyobbokat lehetett fogni. Visszavisszük őzére, 25 speedre. Jó, hát úgy látszik, hogy ez nem működik. Lehet, hogy nagyon vastag amúgy azért is a fluokarbon, ugye 27 kilót bír. Az lehet befolyásolja ezt a helyzetet.
Megint nem néztem meg itt csak a Coffee Order-t. Átcsérem, szerintem azért kicsit vékonyabbra. 11 kilósra mondjuk. Az a gond, hogy nem tudom, hogy a játékban van-e értelme, hogy most túl vastag a zsinór, vagy nem túl vastag. Ez a csali biztos, hogy nem megy. Vagy nem, hogy rossz időben vagyunk, lekéstük esetleg a azért kapás időt. Próbáljuk meg ezt akkor. Itt már szín is számít, hogy melyiket használod. Nem túl biztató. Próbáljuk meg a zöldet, ez általában mindig jó. Csáp, papa. Hibátlan. Hát eddig annyira nem megy. Nem ez a spot behalt. Megpróbáljuk majd előrébb. Mondjuk lehet, hogy beindul most. De ez is egy csab, az nem kell már, ez a kicsi. És úgy vettem észre, hogy a kő között, meg a part között jött eddig a csab. Hát ez eddig nagyon putri. Nyolc player. Nem próbáljuk meg kicsit odébb. Három csap kéne. Hány silver az? 39, az elég kevés mondjuk. Bár nem kell nagy csapot fogni. Meg kéne néznem a csalit, hogy mivel fogták általában a trófi alakat. Legalább ami viszonyítási alapom legyen, ami kb. Mire jön. Gyakorlatilag egy éve nem voltam itt, szóval azóta változtattak a dolgok. Meg is nézzük gyorsan, szóval a lengyel régióban vagyok.
Na, akkor lehet, hogy jól próbálkoztam pont ezzel. 4 kilós. Ez azt se tudom micsoda. Még railing érdekel inkább még. Hát a szokásos csalik, ahogy nézem. De viszont a popper az elég meglepő volt. Még elég troll. Most aki ide jön, nem tudom hány levelesen, 10 akárhány levelesen, 2 mondjuk. Az ugye poppert nem fog tudni használni. Bár ugye nem csak arra jött a trófi. Kipróbáljuk ezt a popperezést. Hát, ha sikerül valami nagyobbat akasztani. Hát minden esetre XP farmnak meg Silver farmnak ez nem jó eddig. Működik még olyan a titkos kis bejárom oda a kőhöz. Mi az itt volt, jó. És nem akad el a csali ezébe. A fűbe. Tizennégy player, hát nem tudom mi van ezzel a helyen. Hoppá! Megvan a csáp, szerintem ami kell. Ja. És itt túllőttünk a, vagy a 750 grammot kér a coffee order, és van egy 2 kilós, meg egy másfeles gyakorlatilag, szóval lehet, hogy nem azt kéne eladni. Tehát eddig nagyon gyenge. Itt a következő. Eddig a popper vált be a legjobban. Majd egy hornetet is ki fogunk próbálni. Úgy vettem észre, nem kell olyan hatalmasat dobni. Nem akar semmi kivágni a bozótból. Hol volt a hornetünk? Mondjuk egy piros hornet. Aha, meg is van. Egy félre néztem. Szép grayling lesz, ha jól látom. 3000 XP, hibátlan. Kórüléken 150 szilvert farmoltunk egy nap alatt. Ami elfogadható szerintem. Főleg, hogy most minden be van halva, kivéve Emberléket. Az ilyen light csalik biztos mennek szerintem, az ilyen, tehát nagyon apró ultra light felszerelések, szerintem tudja, hogy mennek itt.
Sok nincs is belőlük abból a kicsi csalival. Bár körforgóban azt hiszem ez is annak számít. Railing jött megint. Ez a két hal azért nem nagy durranás. Hát nem tudom, itt van hány player, 19, és nem pörög a chat, szóval valószínűleg be van halva. Jól látom, ugye inkább úszóznak szerintem az emberek most. Sügér. Megnézzünk egy másik spotot még. Aztán szerintem ezt a beláját abba is hagyjuk már. Nem az igazi. Ez a kő nem odébb volt amúgy. Nem, te változtattak volna valamit. Szerintem a rossz csalit használok, valószínűleg az a probléma. Bár mondom, nem látom, hogy nagyon pörögne a chat, szóval... Ez se olyan, mint régen. Látom, hogy fogják a Brown Troutot meg... De abból se sokat, szóval... Nem annyira megy. Kúori még mindig jobb. De ennyivel is okosabbak lettünk. Leadjuk a mélybe a csábot szerintem. Még megnézzük, mennyit ér alapból. Lehet, hogy nem éri meg leadni azt a coffee ordert. Attól függ, mennyi csábom van. Csak kettő, szóval se tudom adni. Gyors fogunk még egyet. Ja. 39. Annyira nem biztos, hogy megéri. Na, talán itt lehet, hogy találtunk egy spotot. Egy brown trout. Na, hát, hogy itt kéne próbálni akkor a popperra. Még ki kéne próbálni azt a csalit is, amivel én pecáztam a kúröléken, csak kíváncsiságból.
volt egy jó csávó spot, itt a bozó célit dobáltuk. Kíváncsi vagyok, hogy még működik-e. Rengeteget lehetett fogni. Instant kapás volt, úgyhogy lehet, hogy még mindig működik. És a csáv ott is van egyből. Ja, gondoltam, hogy működik. Ott is van egyből. Ez is csábja. Akkor az még működik ez a spot. Ott is van. Ja, hát itt jó a byte rate. Csábra. 750 eset kéne fogni. Ugyanúgy működik, tehát gyakorlatilag minden dobásra egy csáb jön. Csak nem ezzel a csalival csináltam akkor. A Dragonfly-jal. Na jó, ez nem egy jó hely már. Megnézzük, mennyiért tudjuk egyáltalán eladni a csábot. Nagyobbakat, ez 8-at ér, csak fogtunk egy 2 kilósat, és ez 10-et, tehát 18. Hát még mindig jobban megéri a Café Ördögbe eladni őket. Általában jobban megéri. Na jó, hát innen elhúzunk a fenébe, mert ez... Ez nem jó. Viszont egy kórülöm, ez azért még mindig jobb. Kicsit grindy. Ténylegesen kicsit grindy, de az még mindig százszor jobb. Mint az összes kb. Kivéve ugye nem bőrlék, csak én meg nem akarok boilizni. Fogadni merek instant, ahogy bedobom azért cuccos már azonnal kapásom. Még holt időbe is. Jó az idő, és már nem, ezért nincs szél, meg vihar, meg ilyenek. Nem, ha nem az első dobás, akkor másodikra biztos megjön. Még holt idő van, azt azért ne felejtsük. És ott is van, ahogy mondtam. Semmi értelme átmenni más helyre. Itt kell kifarmolni azt a helyet, amíg csak lehet szerintem. 150-200 silver egy napra az szerintem elfogadható, úgyhogy nem teljesítettünk Café Ordert mellette még. Ha még van plusz Café Order is, akkor ugye 300-at lazán. Ami meg elfogadható. 3 player van csak itt. Tó közepén még általában jó csónakból így dobálva. Tehát, hogy le van horgonyozva a csónak és így dobál az ember. Az még nem egy rossz hely.
másfél órája megy lassan a stream, úgyhogy lassan vége lesz. Nézzük, mennyi szilver. Hát sok szilvert nem farmoltunk, mert utazgattunk. Azt hittem, egy ilyen 2000-et össze tudok szedni, de sajnos nem sikerült. De majd legközelebb. Lehet, hogy addigra egy új helyet találok, ami sokkal több szilvert tud majd adni. De még az is lehet, hogy elmenjünk boldizni egyet. Csak azt meg annyira nem szeretem. Na, ez pedig egy Quarry Char. Ez jó XP. 11.000 XP, ez pont jól jött. Most már rettentő keveset kell kifarmoljunk, hogy meglegyen a következő szint. Szerintem még megvárjuk a csúcsidőt, és utána fogunk kilépni. Szóval lehet, hogy még ma lesz stream, nagyon valószínű, csak nem Russian Fishing, hoppá, úgy, nem Russian Fishing for, hanem Project Zomboid Challenge. Szerintem csak egy challenge-et, hogy 30 napon van eljutni a A-ból B-be, kb. Így röviden ez lesz. Nagyon kemény settingekkel, ugye, hogy insane populáció, meg ilyesmi. Tizennyolc kb. Akkor szokott megindulni. 18.00 9 óra kb. Valahogy úgy. Megnézzük a másik csalit, hogy működik-e jobban mindez. Ah, hát instant kapás. Nem tudom, ez... Erre valahogy nagyobbak jönnek. Csak itt... Igazából nincs variáció, csak lake trout jön rá általában. De hát az is jó lesz. Ja, ott is van. Talán még jobb, mint a popper. Azért tényleg jó így, hogy találtunk két alternatívát, két csalit, ami gyakorlatilag bármikor működik. Úgyhogy ez egy kicsit nagyobb lesz, mint gondoltam. Valakinek szerencséje van, szerintem simán meg tudja egy akasztani a trófi lake troutot. Nem akarja beadni a twitchinget. Ujjajajajajaj. Na, ez biztos, hogy valami baszott nagy lesz. Lehet, hogy meg... Ezért... Lehet, hogy spullol minket a faszra. Ez nagy. Ennyire talán még semmi sem nagyon tépett. De kifeszítjük. Megkapja az igazát. De viszonylag egész jól jön. De még ahogy nézem a zsinór mennyiséget, azért még messze van. Ugye nem állíthatunk a féken, mert 29-en van, tehát majdnem maxon. Jéj.
Ajaj, ez nem jó, ha laza a zsinór. Talán most már látom a halat elvileg. Valószínűleg egy nagy létraut. A light gearnek ez a hátránya itt. Part felé megy az, ami pont jó, mert akkor ki lehet feszíteni. Ja, légtrout lesz. Kérdés ez lesz, hogy meg lesz-e már. Elég sokszor ugye laza a zsinór. Szerintem mindjárt jég a zsír az orsóval. Így végszónak azért felnyomta a vérnyomást egy kicsit. Remélhetőleg ki tudjuk szedni. Kis bottal jó lenne egy ilyen 10 kilósat kiszedni. 7 kilósat általában kiszedtem vele könnyedén, de szerintem ez jóval több lehet. Már ezért jó csónakból inkább. Ezért mondtam az előző streamben, hogy ide szoktam állni csónakkal, és úgy szoktam dobálni. Mert akkor van esélyem lekövetni, ha valami nagy jön. Talán most van esély felhúzni. Jó nagy, ez jó nagy. Gyere. Gyere a papához. Hát azt hittem, hogy 10 kiló meg lesz, de teljesen hibátlan. Úgy látszik, már gyengébb az orsó, tehát már megtépték egy párszor. Lehet, hogy javítanom kéne. Szerintem még sose javítottam. Még ezzel lezárásnak tökéletes volt ez a hal. Itt a következő baszott nagy. De ez nem légtraut, hogy nézem. Na várjunk csak. Várjunk csak. Hallom, ki akar menni a kutya, úgyhogy mindjárt kiengedem. Egy kis pillanatot kérek. Na itt is vagyok. Gyors elugrottam. Na nézzük akkor.
folytassuk. Hát, ha beindul. Ez a 11.000-es XP, ez a... jött ez a pöttyös... valami. Az jó jött, mert most már tényleg mindjárt megvan az XP. Ugye már nincs happy hour, szóval ugyanúgy jönnek a halak. Ha van prémium, ha nincs. Viszont az XP sokkal több, tehát én nagyon-nagyon sokat farmoltam prémium nélkül, és rengeteget kellett egy szinthez. Most azért viszonylag hamarabb megvolt. Hónapokat farmoltam, hogy egy szint meglegyen. Mondjuk nyilván azért annyira aktív nem voltam. Napi 1-2 óra játék. Így azért egyszerűbb. Egyre kisebbek jönnek, valószínűleg le fog állni. Elvileg itt is van brown trout, és szerintem még soha életemben nem fogtam itt. Pedig van a coffee orderbe, hogy lehet elvileg fogni itt. Rettentő ritka lehet. Ojjajjaj, megint egy nagyobb. Azt hittem, hogy meg fog indulni, ez is instant. És ez most egy Arctic Char. Egy szép Arctic Char, 9000 XP. Huszonegy hal, ahogy átjöttünk ide, tehát azért van különbség. Beláját el kell felejteni. És ténylegesen nagyon gyenge gírrel pecázok itt. És ugyanúgy lehet farmolni vele. Itt szokott még kb. Ebbe a tába jönni nagy. Arra kíváncsi vagyok, hogy elvileg fogtam egy baszott nagy ájdot itt, és nem itt ott lent a tó végébe. Megdöntötték-e azt a rekordot már? Mindjárt megnézzük. Elvileg az ájdok között ott kell legyek. Aha. Ja, itt. De van egy másik is, ahogy nézem. Fogtak már nagyobbat, jóval nagyobbat. De az a lényeg, hogy ott vagyok. Hiába működik a csali. Előzőleg 150 XP volt teljes, egy teljes napra.
most nem emlékszem pontosan, mikor jöttem át. Szerintem ilyen délfele jöttem át. Most mindjárt megnézzük, mennyit farmoltam ennyi idő alatt. Valószínűleg a következő stream majd úgy fog indulni, hogy kifarmoljuk szépen ugyanitt az XP-t, ami kell a level 27-hez, és ilyen totál első ránézésre ránézünk a Ladogának a másik tavára vagy folyójára, erre a verzióra, ez a kimondhatatlan nevűre ránézünk. Ez egy viszonylag új map, és mindenképpen akarom nézni. Fogtak, látom egy baszott nagy kóri whitefish-t. Bruta fogta itt elvileg. De az nem itt fogta. De akkor van egy jobb spot ennél elvileg. Mindig érdemes nézni, hogy ki hol fogja őket. Egyedül azt sajnálom ebbe a játékba, hogy nincs olyan co-op lehetőség, hogy behívsz valakit és látod, hogy a másik itt pecázik, de csak azt látod. Tehát ténylegesen csak azt, akit behívtál, nem az, mint a, mondjuk a Fishing Planetben, hogy meg elég is sok játékban benne van ez, hogy mindenki össze-vissza dobál, meg futkos, egymás szájába dobáltok. Nem, csak pont azt látod, akit behívtál. Az a nagyon ilyen sessionbe. Haverokkal azért jó lehet. Közös peca. Most kezd leállni, ha jól látom. Vagy mégsem. Ez is egy lake trout. Kurva nagy szelünk van, ami annyira nem jó. Ojjajjaj. Na kezdődik. Kezdődik. Ez lehet, hogy ezért le fogja húzni az összes zsinort. Nem láttam, hogy mekkora sajnos. Gyerekek, ez a csali menő. Ez a csali a menő. Az excellent minó lenne az igazi, csak ugye... Ez lehet, hogy nem lake trout. Az excellent minó lenne a legjobb, ugye? Csak ugye... Ahhoz skill kell. Ahogy néztem, mindenki azzal szenved, hogy nem tudja lecraftolni azt, mert mocskos drága, meg ugye skill is kell hozzá. De hát nem olyan nagy ez, mint gondoltam. És egy lake trout mégiscsak. Ez ilyen 7 kiló kb. 7 kiló, ja. Teljesen vállalható, ezzel a felszereléssel is. Ez egy kiló különbség nagyon meglátszik, mert ugye 8 kilós volt az előző, ami rettentően megtépte ezt a botot. Ez kb. Az a maximum ennek a szereléknek. És azt hiszem a trófi lake trout az meg 10 kilót a kezdődik, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy az azért megszopott rendesen, ha egy olyan felakad. Kicsit kell panaszkodni, nincs kapás, és azonnal jön a hal.
Ez micsoda? Mi a faszom ez? Ilyenből kéne még. Ez jó XP nagyon. Lehet, hogy már ma meg lesz az XP. Lehet, hogy nem fog bezárni a streamet. Meg lesz az XP, és úgy zárjuk a streamet. Sőt, biztos, hogy az lesz. Hát rettentően jól jön most. Ez se légtrált, hanem egy nagy ájd. Beijesztettem itt az embereket. Zárul a stream, és ezért most indul be igazán. Huszonhat hal. Délbe jöttem ide át. Ciao. Ciao Rigó bácsi. Most kéne elvel leálljon. Mindjárt kiderül. Most már annyira nem megy rá. Ó, nekem megy a kórülék nagyon. Ezzel a csalival, amivel vagyok. Az a lényeg, partról kell dobálni. Popperral meg ezen a spoton. Popperral, mindjárt megmutatom melyikkel, meg ezzel, amit most használok. Szarakszik a szerver. Én nem vettem észre, hogy nagyon szarakodna. Hát egy 8, 7-8 kilós légtrautok jönnek. Egy 2 kilós átlagban amúgy. De most jött azért egy-két más dolog is. Appá, leakadt. És farmolunk nagyba ezért a késre, a faragó késre, mert vettem prémiumot és kifarmoltam azért a lure making skillt 85-ig. Hogy meg tudjam csinálni a faszal csalikat. Hát, mondjuk az, ja, az nem túl jó. 100-400 grammos. Nekem itt abszolút nem jön izé. Pörcs meg ezek. De most kezd leállni, tehát valószínűleg 8 óra felé fog beindulni újra. Hát most jelenleg délbe jöttem át Belájáról, és ezeket fogtam jelenleg. Tehát dél óta. És már előtte itt voltam, és akkor azt hiszem 40 vagy 50 halat fogtam, ami kb. Majdnem mindegyik fleges volt. Az fasza. Nekem is így volt egy időben, olyan, mintha szopatnad ilyenkor a játék. Bármit tettem fel, ezért jött, pörcs jött. Volt egy időszak nekem is.
Meg nem tudom, hogy szoktad-e nézni, de azért is hatyúákra is oda kell figyelni a fluokarbon előket, mert valamikor én összetéveztem, mondjuk más helyen vagyok, és steel előkét fennhagyom véletlen, és gyakorlatilag semmit nem fog utána. Mert nem veszem észre, ugye, hogy nem fluo van fent. Ah, ja, ott is pörcs, oppá! A popper itt. Tehát ez a két csali, amit mutattam, az a piros, meg a popper, ami megy. Egy Arctic Char lesz. Ja, ez elég troll lenne, hogy a tengeren is pörcsöt fogni. Azt még egyszer ki kéne próbálni, ezt a tengeri cuccot. Beállítjuk 25-re. Speedet, ahogy szoktuk. Hát én 27 kilós zéva fluokarbonnal szoktam a Volkovom, és régen azzal csináltam, és ugyanúgy elharapta az csuka. Nem tudom, hogy mi befolyásolja, de ugyanúgy elharapták egy csomószor. Ilyen 4-5 snatchert már vesztettem el így. Tudsz amúgy helyet, ami esetleg jobban megy, mint a kórülék? Bár mondjuk azt mondtad, hogy neked ez nem ment, ez se. Aha. Úgy hallom, most Emberlake amúgy egész jól megy. És nem is kell PVA elvileg. Aha, akkor te is hallottad, hogy az Ember megy. Hát aki szeret boldizni, annak jó az Ember. Én annyira nem vagyok oda érte, de most farmolom, hogy meglegyen a level 27, és megnézzük az új tavat, ami megnyílik, az a folyó, tó, nem tudom mi az. Az is valami Ladoga, csak ilyen kimondhatatlan nevű. Na, egy ájdot fogunk megint. Azaz, az Ladoga. Nem érdemes menni. Hát az fasz, hogy arra farmolok. Mondjuk az szilverért farmolok, de kíváncsi vagyok a tóra már. És arra a folyóra már azért egy új, viszonylag új hely. Jó, hogy drága. Na hát az viszont nem jó. Az viszont nagyon nem jó. Most minden silver számít, úgyhogy amíg ki nem farmolom a kést, addig nem megyünk akkor drága helyre. Akkor lehet, hogy én is elmegyek boilizni egyet. Jó, hogy ennyire drága az a hely. Aha. Hát akkor valószínűleg kihagyjuk most ezt.
kés legyen meg, elmegyünk Volkovra, megveszük 500 forintért, vagy 5000 forintért, az hello. 3 óra alatt 500 silver, az nem túl jó szerintem. Hát, ilyen, nem tudom. Nem is rossz amúgy, szerintem. Attól függ, mennyire grindos. Na most totál leállt amúgy nekem a pergetés, de most már kifarmoljuk azt a level 27-et, csak azért is. Visszatesszük a csodacsalit. Aha, hogy akkor a level 28-at akkor ki kell farmolni majd. Hoppá, és hiába mondom, ez a csali, ez a csoda csali. Óránként 500 az jössz beteg. Olyan kéne nekem, főleg most. Úgy vagyok vele, hogy kifarmolom a kést, és utána már az lesz a következő cél, hogy valami jobb gírt vegyek. Tehát megvegyem még egy ilyen orsót, mint ez a Kaliber, azt hiszem, vagy mi volt a neve? Mindenkinek az van kb. Ja, a Kaliber azaz. Három írrel napot voltam ott. 2-3 órákat. 5-6 trófit fogta, az azért elég jó. Fortuna Kaliber kombó, nekem is az van. Az teljesen hibátlan amúgy. Úgy vettem észre, még boldizni is. Volt egy srác a cseten, Tibi atya mondta nekem, hogy annyira azért, hoppá, ez leakadt, annyira nem jó kombó, gyenge a cuccom, azt mondja, rossz az előkém, pirosat kéne használni, meg ilyesmi, nem tudtam, hogy ilyenek vannak a játékban, hogy ilyen mechanika, piros előkét, boilizni, meg ilyenek. Azt hittem fölteszed a fluorokarbont, azt ugye nem látják elvileg a halak, azt hello. Most fog beindulni mindjárt. Na, most felakadt valami. Pörcs. Na, én is fogom a pörcsöket, hallod. Még 1 kilós az jöhet. Elvágom, hogy vannak ilyen meták, tehát hogy mire, melyik a legjobb, meg ilyesmi, de általában szeretek tesztelgetni.
inkább a chill, mint a meta, én úgy vagyok vele. Csak most elég grindy a játék nekem, mert sürgősen ki kell farmolnom azért a kést. Nem baj az, ha azért kicsit megtép a hal. Úgy vagyok vele, legyen egy kis élmény, ne az legyen kicsi vélem az összeset. Füstöljön az orsó, úgy vagyok vele. Oké, és kitartást a melóba akkor. Ciao, ciao. Most már nagyon kevés kell nekünk, hogy meglegyen az XP. Kb. 6-8 óra felé indul meg a helyzet, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mekkora trófi fog jönni. Legközelebb valószínűleg megnézzük azért, azért rá fogok nézni arra a következő tóra, csak úgy kíváncsiságból, hogy árügyileg mennyire drága. De valószínűleg a Quarry-n fogunk maradni a következő streambe is szerintem. És megnézzük a tó közepét, mert az még egy jó hely. Vagy lehet, hogy boldizni fogunk. Még nem tudom. Ja, inkább szerintem boldizni fogunk, mert már kezd fájni az ujjam azértől, ettől a nyomogatástól, a twitching skillt, ugye? Így lehet csak beadni, vagyis így egyszerűbb beadni. Ezért szeretem a trollingot. Oppá! Na ez viszont egy, ha jól látom, egy nagy ájd volt. Ezért szeretem a trollingot, mert az csak gyakorlatilag mész és felakadnak a halak. Aha, ez egy nagy ájd. Egy szép nagy ájd. Igazából érdemes azért megpróbálni több wobblert is. Olyan sokat én nem próbáltam, mert ez nagyon bejött, de lehet, hogy van ennél jobb is. Ami mondjuk nem Lake Troutot hoz, hanem több izét, mondjuk Rainbow-t vagy valami ilyesmit. De mindenképp egy jó kiinduló pont ez a hely szerintem. Lehet, hogy meg is próbálunk egy másikat, mert most nagyon áll ez. Lassan elvileg megnyílik nekem azért is az a skill, hogy tudjak izét használni. jerkbaitet. Elvileg a való életbe csukázni nagyon jó. Kíváncsi vagyok, hogy itt milyen. Mire jó. Viszont nem nagyon látom, hogy fognának olyan csalival. Tehát a trófi izébe listában nem látom, hogy valami olyannal fognák a halakat, szóval lehet, hogy nem nagyon megy. Most kipróbálunk egy másik csalit, mert most leállt. Másik wobblert kb. Ez ment régen nagyon, látszik is, hogy használtam sokat. Most ki is próbáljuk. Nem tudom messzire dobni elvileg.
és az 50-es speedet vissza is vesszük. Szokottnál sokkal lejjebb, egy 15-re, már ugye mélyre megy, 2 méterre, és nem akarom olyan hirtelen lehúzni az aljára. Ezzel is jó nagyokat lehetett fogni. Valószínűleg kb. Itt fogja leérni az alját. Elérni az alját, ja. Megpróbáljuk kicsit a mélyebb részen. Vannak nagyobb pop... Bacz meg, azért erre felakadt valami combosabb. Igazából úgy veszem észre, hogy nagyon-nagyon sok csali megy. Tehát az a némi partról a twitchinget be kell nyomni. Twitchinget. Meg lehet, hogy az is számít, hogy light tackle-lel nyomom. Egyértelműen megy. A lényeg az, ha próbálgattuk itt, és találtuk valamit, akkor írjátok már meg, hogy mivel fogtátok. Ha valami jó stratégiát kitaláltok. Gyakorlatilag leszakítja a karom akkor ez a... Elég sok, jajajajajaj. Lake Trout lesz ez is. Próbálom visszanyerni a zsinort, amennyit csak lehet. Még be se betettem a jó technikát, mikor a zsinórra fárasztok. Ha így húzod a halat, akkor sokkal egyszerűbb kihúzni. Ez volt a technikám még beláján, mikor a legalapabb szargírre mentem. Így tudtam kiszedni a nagyobb halakat csak. És amint ha véletlenül felállítottad a botot, azonnal eltörte a botodat. Úgy törtem el a botokat, amit azt hiszem 6-ot törtem el összesen, ezeket a kezdő üvegbotokat, amit ad a játék. Egyszer kipróbáltam emelni egy nagyobb halat, azt hiszem pont azzal a bottal, és akkor tört ketté. És emlékszem még azért instant, azért a bot is ketté tört, meg az orsó is. Úgyhogy vigyázni kell az a technikával. Egész nagy lehet ez a hal, mert kifáraszt. Oda nézd, mekkorát ugrik. Ez is egy Lake Trout, ilyen 7-8 kilóra satszolom. Talán ez eddig a legnagyobb. Be is nyomunk egy dörmit. Felnyomjuk a staminát. Hiába, egyszerűen instant erre is van kapás, úgyhogy nagyon-nagyon sok fajta csali megy. Meg szerintem most kezd beindulni. Lassan már tényleg el kell majd menjek, de ezt már mindenképp kifarmolom. Rendeltek tőlem egy ilyen viking stílusú baltát, ezt meg kell csináljam valakinek.
A nyelénél tartok már. Aztán még el kell postáznom is. Ki tudja, hogy mit, hogy szeretne Fox Post, hogy fasz se tudja. Aztán be kell fejezzem. Szerintem visszaváltunk azért a... még egyet dobok ezzel a csalira, amit szoktam használni pirosra. Meglegyen az XP. Hamarabb kicsit. Mert ugye a buyout rate az annyira nem jó ezen. Ja, nem az igazi. Visszatesszük. Ki kell töröljem azt a sok szar izét, Zanders pont is, ugye farm miatt tele van mi az inventory mezze. Farmoltam a skillt. Ott is van, ja, ez most jobb lesz ide, az XP miatt. Hát a más is rájött, hogy hogy lehet itt halat fogni. Ez egy csuka lett, annyira nem jó. 4 player van itt, nem túl sok. Visszaváltottunk az inhüvelygyulladás technikába. És érdekes mondani, hogy csónakból abszolút nem megy a trolling. Legalábbis ezekkel a csalikkal biztos nem. Ezeket mind próbáltam. Mi van? Nem nagyon jön a hal. Minden dobása nem jön. Hány órája megy a stream, most nézem. Ú, már elég régóta megy. Mindig ezt már kifarmoljuk. Visszatesszük a poppert. Próbálgatni kell csalikat, biztos, hogy van ennél is, ténylegesen ennél is jobb csali. Ami nem ilyen handcrafted lófasz. Most a popperre se jön, szóval leállt valószínűleg. Van egy holt időszak megint. Pedig ilyenkor azért még menni szokott. Megpróbáljuk kicsit erre lefelé dobni. Ez micsoda? Ez lesz egy rainbow. Na, az pont jól jött.
Jön itt a hal. Csak úgy látszik, ott már nagyon kifarmoltam. Valami olyasmit láttam itt a töltőképernyőn, hogy... Na, most két rainbow is jött. Hogy... nem jó, tehát ki tud fogyni egy bizonyos részen a hal, ha nagyon sokat farmolod. Valami ilyesmit írt. Pihentetni kell, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy biztos van benne valami, ha nagyon farmolsz egy helyet, akkor annyira már nem megy. Csak tudni kéne, hogy mennyi idő, mire respawnolnak ott a dolgok. Elég kicsik jönnek most. XP ügyileg azt, ahogy néztem, azért jobb azért boldizás mindenképp. Én bőrlékem, mert ott azért ilyen 5-6 ezeret simán be lehet nyelni minden egyes halra kb. Nagyon ritka, ha nem flegeset fog az ember. Csak piszkos unalmas szerintem ott ülni. Ja, valószínűleg a következő streamben az lesz. Na, most megint felakadt valami szebb hal. És ez egy... Ez pont egy olyan, ami jó XP-t ad, ha jól látom. És meg is van. És megvan végre. Level 27. Ezt vártuk. Megyünk eladni cuccokat, és akkor itt fog záródni a stream. Csak ezt megnézzük, hogy mennyi. Mennyi az annyi. Ezt nem is értem, hogy gondolták ezt a 6,3 kilót amúgy. Nem is láttam még ilyet. Mármint ekkorát. Na, melyik volt a legnagyobb? Tehát ezért a legtöbbet. 312 silver, és itt voltunk, ha nézem a streamet, kb. Egy kicsit több, mint egy órát, ha jól gondolom. Úgyhogy szerintem hibátlan. És ezt, erre a késre megyünk rá. Tehát ezt akarjuk megvenni. Csak nem ennyiért, hanem Volkovon 5000-re. Rohadtul nem mindegy, hogy jól veszed meg. Erre megyünk majd rá. Na jó van. Akkor itt zárul a stream. Nagyon köszönöm szépen, aki benézett. Esetleg, ha új ember van közöttünk, és szereti a, vagy tetszett a, amit csináltam, akkor az kövessen be, ha szeretne még több ilyen streamet látni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, aztán majd találkozunk. Na, ciao.